Jó reggel, mi a távül, vagy csatornán, sziasztok gyerekek, nézzétek meg, milyen szép a krumpli. Csak egyáltalán az nem szép, hogy itt például rá van borulva egy fa, és egyébként itt van még egy akkora fa szerintem. Fa szerintem, engem. Jó, van, ez egy kicsit furcsa hangzott. Egy akkora fa szerintem, ami ott van ledölve, de lehet, hogy nincs akkora. Á, nincs akkora, ez már ki van szárodva, aznak meg volt levele. De gyerekek, szereztem, képzeljétek egy olyan egeret, aminek végre működik majd a eger görgője, és tudom forgatni a dolgokat. Na, de csináljuk ezerrel, egy csomó munkánk van, meg ugye megy az idő, meg nő a krumpli, úgyhogy amíg a krumpli megnyúl, addig jó lenne annyit megoldanunk, hogy ezt eltüntetjük, és azt hittem, még mindig nem tudom ezt elbírni. Na, ezért mondtam, hogy nem kell magas platós cucc, mert nézzétek meg mekkora ez is, de most nem forgatom direkt a izét a Google. Ó, de jó, végre elbírom, jaj, de jó. De tudom, hogy húj, de jó, ilyen szépen össze lehet pakolni. Várjál már, nem tudom, milyen mekkorára kellene vágni itt már. Itt már lehet, hogy elbír ekkorát is, nem? A nagy szart fogja elbírni. Egyébként mutathatná, hogy meddig, mekkorát bír el, vagy nem tudom. Hát nem lenne ilyen gondunk, hogyha nem ilyen csóringerek lennénk, hogy nincsen pénzünk egy ilyen rakodógépre, vagy valamire, nem? Kézzel kell rakni a fán, de hát őrület az egész. Na, nem baj. Na, vágjuk ilyenekre, aztán figyeljetek, felszórom gyorsan. Igazából, hogyha nem kell kétszer vágnom, akkor mindjárt jobban járok, mint hogy itten vagdinyolom. Gyorsan vágjuk, azt csináljuk, figyeljetek, pörögjünk, mint a trágyaszóró, mert megnő a krumpli, akkor mi lesz velünk, ne? Ezt itt levágom még, aztán utána majd idejébe kenterbe vágom. Föcsög a pofámba, meg az inkzsebembe bele a jövő forgács, hallod? Az inkzsebembe bele megy meg a forgács, na. És nem bírja be az... Nem bírja. Na jó, akkor csináljuk más módszerre. De mondjuk a tuskókat kellett volna belevágni az aljába. Ezt itt le kéne vágnom, ezt az ágat. Lehet, hogy össze van szorulva, nem tudom, bár nem hiszem. A petyáról is, tehát majdnem rám szakítottam. Nem bírja el, bazze, hallod? De bírja. De néha akkor meg miért nem bírja el? Vagy mit cseszek el? Nem látsz, érted, ez a gond. Figyelj, de epakoljuk. Ó, de milyen szépen. Arra lejt, akkor pakoljuk erre, hát ne viccelj. Hallod, ezt megrakom úgy, öcsém, hogy az MTZ be fog szarni? Mondjuk az nem tudom, miért jó nekem. Figyelj, Dani. Tudom forgatni ám a kuglikat elvileg. Na, nézzé. Ja. Mit meg nem teszek, érte csak veszek egy egeret, gyerekek. Vettem egy egeret. Ezt nem bírja. Ezt te bírja. De jó! Ezt is a bírja. Az a lényeg, látom már, hogy bírja, hogyha rákattint, az is eltűnik a kezed. Akkor onnan tudod, hogy ezt nem bírja. Ezt se bírja. Jó, ott rohadjál meg akkor. Nem, el kell vágnom, mert nem maradhat itt. Jó, megrakjuk azt a pótkocsit, gyerekek, mint az őrült. Nem tudom, hogy a spani része az hol van ennek, vagy hogy működik. Tudok itt spanizni? Szerintem lehet, hogy csak belülről, ugye? Mert nem nagyon mutassa. De remélem, hogy lehet. Mert akkor itt bajok vannak. Miért ne lehetne? Na, legyél ilyen keeper. Jó, ezt így... Nehezét. Még mondta háromszor keeper, hogy nehezét. Ne, fölre buruljon. Azért... Na, ezt meg jó. Jaj, de jó, hogy felállítottam ide, tesó. Akkor így kell vágni. Inkább az, hogy vágjam rövidebbre, mint kétszer vágjam, mert egy őrület ez a... Hogy... Izélem, amit föcsölöm a zárut. Jó, majd elrendezzük, halott felrakom, azt majd elrendezzük, jó van? Gyerekek. Ki szokott menni fát szedni, gyerekek? Mondjon már valaki erről valamit. És borzasztóan drága egyébként a fa. A gáz ugye drágul, emiatt a tűzifa is drágul. Hál' Isten, van egy csomó erdőnk. Úgyhogy a fater előrelátó volt. Úgy ahogy, mert volt az a kárpótlás rendszer. Beszéljünk erről, mert lehet, hogy sokan meg nem tudják, hogy hogy volt. Ezt fölvágom, aztán utána beszélek róla, mert lehet, hogy hangos.
Mindjárt. Jó, le is tűnt. Na, ez a kárpótolási rendszer az úgy volt, mert úgy van, hogy a régebben, amikor volt az államosítás, tehát amikor gyakorlatilag minden földet államosítottak, az azt jelenti, hogy minthogyha most azt csinálnák, hogy az összes földet a gazdáktól elveszik, és állami lesz. Tehát, ez mi volt? Tehát így, hiába van neked mondjuk akárhány hektár földet, ezt ugye elveszik. És ez ugye volt annó a komcsi rendszerbe, és mikor ugye megszűnt ez a kommunista rendszer, ugye volt a rendszerváltás, akkor visszaadták ezeket a földeket, és úgy adták vissza ezeket a földeket, mert ugye nem tudták megmondani azt, hogy mindenki ugyanazt a földet visszakapja, hanem kapott úgynevezett aranykoronát. Abból annak függvényében kapta aranykoronát, hogy mennyi földed volt annó, amit elvettek. Érted? És akkor volt egy ilyen egységes fizetőeszköz, amilyet tudtál venni. És az aranykoronáért te tudtál venni akkor földeket. Azt azért kaptad, azt arra tudtad költeni. Érted? Minél több földet vették el, annál több aranykoronát kaptál. És a fater, amikor is mindenki vitatkozott a földekért, veszekedtek, hogy kinek mi kell, ő meg azt csinálta, hogy hát én nekem nem kell föld. Hanem adjatok erdőt. És akkor egy ilyen 8 helyen ő azt választotta, hogy ő inkább erdőt szeretne. Aztán így lett 8 erdő. Amit igazából nem használunk ki. Nem ér is mi. Na. De tényleg nem tudom, nem bánunk belőle. Jó. Várjál ma. Szóval valahol itt te kéne csapnom, most miért nem adja ki? Néha az elég érdekesen adja. Na, add ki! Ja, hát ezt mindenképpen el kell termelnem, bocs gyerekek, hogyha egy kicsit lassú, viszont ezért töménytelen mennyiségű pénzt kapunk, és abból már... Na, ilyenkor kell figyelni, ez tök valósághű volt. Vigyázni kell, hogy mikor fölvágódik a fa, hogy nehogy orba vágja, mert akkor az bajos, tudod. Jó, azt a végét el is viszi, de nem baj, hallod? Jó, vigyázni kell, amikor fölvágódik a fa, mert ugyorba tud vágni, hogy kiugrasz a cipődből. Gyerekek, azért van itt, áru. Egyébként valami, mint a csobogás hallani, mint hogyha húgyozna valaki a bokorba, vagy nem tudom mi össze lehet. Nem tudom, ti nem halljátok el, de én hallom. Sanyi, ez te vagy? Nem is a bokorban van ez a Sanyi, bazza. Látom mögött. A Sanyi egyébként a kutyám az új érkezőknek. Soha nem szoktam mondani egyébként, hogy mit tudom, dobjatok egy lájkot, de egyébként hogyha megteszitek, hogy dobtok egy lájkot, akkor egy ilyen virtuális pacsit tőlem kaptok, mert így belegondoltam, hogy tényleg soha nem kértem, hogy nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a videó, de aztán amúgy az jó dolog, mert akkor így talán nem tudom, előbbre kerül a videó, mint megtekintési sorrend, valahol valamilyen YouTube statisztika, algoritmus előbbre helyezi, vagy ajánlja valakinek, és az ugye motiváló tényező tud lenni nekem is, és tovább tart a sorozat, meg mindenféle ilyen csodálatos dolog történik, akkor most meg már van egérgombom, de mégis ide mégis forgatom a fát, mármint saját magammal. Gyerekek, erre félre repórkocsira, de ezt magasítósan megraktam volna, öcsém, szeme megárulna az MTZ-nek. De legalább most már nem izél. Nem. Úgy itt ezeket jó rövidek kérem megint bazni. E bírja? Jó, ez már bírja, jaj, de jó. De legalább ugye most már nem emeli el a kerekét, hanem majd max szemberünk vele, de azért nem lehet irányítani az MTZ-t. Holnap megint tizé lesz sorskártyahúzás. Nagyon parázok egyébként a sorskártyahúzásoktól, főleg az utolsó, hogy elvesztettünk egy gépet. Azért most, ha megint benyalnénk egy olyat, hogy elvesztünk egy gépet, akkor azért a szemünk megállna, nem? És azért egy kicsit is sietnünk kell, kicsit kapkodósra vettem, hogy akkor haladjon. Sanyi! Mi csinálsz? Sanyi! Gyere ide! Bolond vagy!
Hát bazzel, mit csinál a lóga, izé székel, lefele, feje, lefele. Ögyikus akar lenni a kutyám, szerintem egyre nem szereti a formingot, vagy nem tudom. Maradjál ma morát! Úgy hátba váglak, hogy a tököd leszakad a helyéről. Komolyan mondom, azt akkor nézegethetsz. Az a baj, erre kellett döntenem ezt a rohadt fát, mert ugye... Hopp, ez el fog dőlni. Egyébként egész jó fizika, nekem tetszik. Ja, azt akartam mondani, azt kezdtem, hogy bele kell húznunk. Mert különben... Ez a sorskártya dolog lehet, hogy ki fog velünk cseszni. Na, ezt csinálja be, azért miért mozgott el a potkicsinál? Hogy felboruljál, azért megőrülök a fallal. Nem olyan egyszerű itt ide epakolni a madeket. Van itt talán minden, mint a bucsúba te. Jó, van egy porkocsink. Egyébként annak, hogy van egy porkocsink, ennek örülünk. Mennyi fér erre föl? Egyébként soha nem tudom megérteni a farming szimulátorból, hogy mész és miért repül ki a kedvedből a fa. Hát már miért nem tudják, meg miért kell kirepülni a kedvedből? Hát, mi történik? Megcsipi a légy a kedved, vagy a csautány, vagy mi a franc? Hát nem vagyok egy paukember. Ezt mindenkinek ajánlom egyébként, aki nem ismeri. Keressen rá, nem vagyok egy paukember, üsse be az izébe. A YouTube-ra. Az a videó az egy nagyon adja. Hopp, 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 hopp. De esküszöm bugyozás hangot hallok. Hát mi van itt? Vagy mi a rá... Húzza, nyúzza... Macska beled, vagy mi a szar ez a hang? Ezt már szerintem elbírjuk, nem? Na, ezt elbírjuk. Na, nyugodj meg. Idegragnosan. De komolyan mondom, régebben írta, hogy túl nehéz, nem tud elbírni, nem? Vagy most mi az? Eltűn? Hogy annyira... annyira szégyeljük magunkat, hogy nem bírjuk el, hogy nem mondja. Nem szól róla, érted? Nem veszi fel, ott hagyja kész, de nem. Én nem mondom, hogy nem bírom el. Ah, pedig haszakad. Öcsém, azért az MTZ lehet, hogy bajba lesz ezzel a fával. Nem kevés. A magasító azért nem tudják elrólni egyébként. Nem tudom, hogy a magasító... Ja, egy izét kell vennünk ma. Mindenképpen gyerekek, egy olyan műhelykocsit, tudjátok azt a kézit, és akkor lehet módosítani itt hol a dolgokat. Az tök jó dolog. Úgyis fizetsz érte, de mégse az van, hogy egy ilyen szenvedés az élet, hogy mindig el kell menni. Mindig el kell menni a bolthoz, azért, hogy módosíts a kerekeken, vagy valami. Ez lehet, most azon gondolkodtam, hogy kellene venni egyet, de én nem akarom ide eltolni. Mert akkor ugye le tudnánk cserélni a kerekeket, mert amúgy lehet, hogy szopni fogunk ezzel a... Várjátok, azt nem tudom, nem tudom fölvenni egyébként traktorra. Lehet, hogy el kellene menni érte. Most azon nagyon agyalok rajt, hogy nehogy az legyen, hogy az MPZ-be beszopunk. Olyan formával, hogy ez az... Vízsligumival már megint ezt nem fogjuk tudni elhúzni, ezt a pótot. Lehet, hogy hozunk egy olyat. Gyerekek, ez kemény. Lesz olyan faraj, de dik az. Már szerintem hosszabbra vághatom. Hát mit vágtam itt? Ja, itt ilyen vastag része van-e? Te Isten. Jézus Isten! Mindig parázok, amikor így megrakok egy ilyen pótkocsit. Még a játékban is ilyen tök para tud lenni, hogy ennyi van rajt. Ugye fölmászok, azt elrakom. Kéne valaki, aki elrakja, mi tudod? Kellene. Karófát állítsál meg minden kutya... Ez egyébként ez a pótkocsi, ez a régebben is azt csinálta, hogy mászik. És most is azt csinálja, az egy kicsit zavaró tud lenni, mert pont úgy mászik, hogy bebicskázik a forgazsámai része, és baromi instabil lesz. Ezt hol rakja, mondom, gondolkodok, mert nem igen akar itt megállni. Jó, van ott megállt. Ezt még nem bírjuk.
Elvágjuk három beledeket. Oké, szuper. Szuper. Na jó, rakjunk rá bőven, én úgy gondolom. Ha már egyszer úr legyen kövér. Egyébként ez tök jó úgy megfogni, szerintem, amikor a portkocsira nyújtod fel, hogy így. És akkor ugye esetleg így el tudod forgatni, benyújtod középre, és akkor így földobod. Jó. Szintén zenész, így. Látszod? Lehet szépen felnyújtogatni. Azt a betyár, gyerekek. Hát nem tudom, már potyog le. Egyébként lehet, hogy a pótkocsi ad ilyen hangot, amikor itt csúszik. Várj, lehet, hogy lekötöm. Ne. Nem mondod! Gyerekek, ezen a pótkocsit nem lehet lekötni. Nem tudsz ezzel a pótkocsit lekötni, ezen nincs lekötés. Na mindegy, akkor menjünk. Azt a betyár, hát jó tudni. Na látok, tempomat 9, jó lesz az. Jó van, ez van. Nincs lekötés. Úgyhogy lehet, hogy jó lenne volna a magasítás. Hát a fele fár biztos, hogy elhoztuk, mert ugye a vastag részét elhozzuk, úgyhogy még egy ilyen fordulóval lesz, és akkor gyakorlatilag el is fog fogyni. Majd a fenyőt azt földobjuk a következő fordulóba. Ezeket most meg már hosszabbra tudom vágni, úgyhogy jó lesz az. Figyeljetek, nem kell ide a széles gumi, úgy látom. A slip látjátok, hogy gyakorlatilag 1-2% max. Majd gondolom, emelkedően lehet, hogy egy kicsit rosszabb lesz, majd meglátjuk. Nincs lekötés ezen a pótkocsin. Nincs pani se manuális, se kézzel, se géppel nem tudod lekötni. Viszont elég széles, stabil. Nem olyan könnyen borgó fel talán. Ugye magasítóval mettük volna, akkor azért mélyebb lenne, nem annyira kellene félni, hogy lepotyog a fa. Hát így figyeljük, azt jól van, meg azt tudjuk szedni, ahogy van. És lassan kell mennünk sajnos, majd visszafele dörgölünk, mint az örültek. Egyébként tök jól rugózik a pótkocsi, ilyen laprugókon van. Nem ilyen nagyon merev. Nagyon szépen himbálózik, jó. Jó lesz ez, gyerekek, szerintem jó lesz ez. Hú, mennyit szoktam játszani gyerekkoromban ezzel a izével. A portkocsikon ugye van ez a akasztási pont, ez a háromszög, ahol ugye csatlakozik a traktorhoz. Na, az ugye ilyen rúgó szokta tartani, hogy könnyen rá tudját olatni. Azért rúgó, hogy ugye azért viszont megbadogjon. És akkor azon szoktam hintázni. Azon gondolkozottam múltkor, meg beszélgettem a munkatársam, hogy csoda, hogy élek, bazza. Mert egész gyerekkoromat, nem is tudom így, óvodás korom óta, hopp, az le fog esni. Semmi gond. Egész gyerekkoromat, óvodás korom óta izébe töltöttem. Ilyen TS telepeken, meg traktorokba. És az, és ilyen, általában akkor még ittak is az emberek. Mármint ugye a fater nem amikor vedett, de azért TS telepeken szoktak néha. Hú, gyerekek, baj van. A gumi az nem az igazi. Megfigyelitek, nem is csúszással van baj, hanem motorlóddal. Mind a kettővel, de a motor teljesítmény is a szállon van, és van baj, van baj. Pontosan, nehogy felborítsuk. Éppen nyugodtan, szépen. Motorfékkel.
Itt meg arra kell figyelni, hogy mindig itt menjünk. Nehogy az árokba. És nyilván azt nyomok, mert itt kell, kéri a kakaót, jó, aszfalton vagyunk, mehetünk. Itt már gond nem lesz szerintem. Oké, megint kerestünk egy kis pénzt, 1120-unk van. Azon agyalok, lehet, hogy el kellene ugranom az a műhelykocsiért. Azért a kis tologatós műhelykocsiért, traktorral. Nem tudom, ne, azt hiszem, hogy fel lehet venni. Mindjárt megnézzük, hogy csatlakoztatható olyanhoz traktorhoz. Tehát így tudod vinni traktorral is, ha akarod. Azt hiszem, hogy 3 pontosa van, vagy pedig van rajta ilyen vonószem. Meglátjuk. Ezeket a területeket is meg lehet venni, gyakorlatilag ebben azon a mapon szinte minden, még az ilyen parlagon lévő erdős, vagy mező, meg ilyen helyeket is, még, sőt, még a még ezeket a helyeket is, ahol például vannak ilyen mondjuk a boltot, még a boltot is meg lehet. Hoppa, itt lehet állatot venni egyébként. Jó van, ezt kíváncsi vagyok, ez mennyit ér, hát ez már csak sokat. Várj, nézzünk, mérlegeljünk egyet. Rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez mennyi fa? Hány kiló? Vagy hogy ez mérje egyáltalán? A 8372 jegyezzétek, nem erre, én úgyis elfelejtem. 8372, megnézzük meg üresen is. Hogy hány mázsafa volt ez. Hoppá, ott másféle, nem számít ez. Hű, 4400, de jó. 8372, most arra koncentrálok, azt ne felejtsem, mert utána majd megbeszéljük, hogy rohadt jól keresünk. Most ne felejtettem, 8872, vagy mennyi volt? Biztos rögtek, hogy nem annyi volt, de kíváncsi vagyok, hogy mérje a fasúlyát. Ó, gyerekek! Ez izé volt, ez körülbelül volt egy 2500 kiló fa. Tök jó. De jó, nagyon jó. 2,5 tonna, 25 mázsa fa volt, gyerekek. 2,5 tonna. Egyébként tök reális szerintem. Ez kb. 2,5 tonnának mondtam volna én is. Fába. Na, lehet, hogy egy picit többnek, már elég szellősen volt rakva, meg nem is volt tele. Tök jó. Na, 5500. 32-ünk van, gyerekek, aminek nagyon örülünk. Abból már azért talán lassan tudnánk venni, meg még egyszer ennyit ki tudnánk onnan vinni, fát. Viszont megy az idő, jól van, közben érik a krumpli. Azon nagyonok, hogy lehet, hogy lehet, hogy elmegyek azért a műhelykocsiért, az mindig úgy jól jönne. Át tudjuk konfigurálni, ugye tudunk javítani, át tudjuk konfigurálni a dolgokat. Meg akkor meg tudnánk nézni, még egyszer megrakjuk ezt a pótkocsit, meg tudjuk nézni, hogy mennyire változik a kettő keréknek a tapadása. Kíváncsi vagyok egyébként. Na, menjünk. Jó, messze van ez a fa lerakat. Egyébként pont úgy választottam ki ezt a kezdő térképet, tehát ahol gyakorlatilag kezdtünk, ugye ezt a kezdőföldet, hogy így a map közepén legyen. Ha megfigyelitek, a map közepén van, tényleg az, hogy minden könnyen elérhető legyen. Ne az legyen, hogy az egyik sarkán vagyunk, és akkor ilyen órákig kell utaznunk egyik helyről a másikra. És tudom, gondolkodok, lehet, hogy itt tárdálok ezen a földön. Ez mi ez? Mi van ezen? Ugye ezen csak gyök. Hoppa, ide lehet, hogy tárgott bejönni. Azt a mi van? Gyerekek! Mi a szar? Ez itt megakadt. Egyébként nem hallottuk ilyen zuhóás hangot? Ilyen du-du. Szomszéd nem tudom mit csinál, bontja a falat a szomszédba, vagy nem tudom. Hú, bazza, ilyen földre rámész, akkor ez rendesen megfogja. Na jó van, álljunk meg egy kicsit. Kíváncsi vagyok erre az izére, az egyebeknél. Egy pillantás, gyerekek. Na mi van? És az egér gombom. Itt meg a görgő nem jó, nem értem ezt.
Itt van a... Itt van, javító, és azt hiszem, hogy ezen nincsen csatoló. Azt hiszem, lemertem volna fogadni a lont. Na mindegy, mindenképpen veszünk egyet, mert ez tetszik, ez kellene. Jó, emlékeztem, hogy ez föl lehet csatolni, és lehet, hogy igaz is ám. Jó, gyerekek, veszünk egy ilyen. Ez mindenképp engem kell. És elmegyek, mert szerintem ezt fel lehet csatolni. Elmegyek. És akkor hazahozom, és akkor ugye tudom vele, mindenképpen le akarom cserélni a kerekeket. Mindenképpen el kell mennünk ugye a bolthoz. Ha tudjuk, akkor fölcsatoljuk. Úgy emlékszem, 3 pontos csatolóval föl lehet csatolni valamire ezt. Lehet, hogy azt kell volna, hogy pótkocsival elmegyek. Aztán fölraptuk volna, akkor biztos, hogy megoldottuk volna. De lehet, hogy nem bírom el, nem tudom hány kiló. És hogy vannak itt ilyen problémák. Na, 5000-ünk van, ennyi még sose volt. Majd el kell dönteni, hogy mi az, amire gyűjtsünk. Én nagyon-nagyon örülnék egy kombánynak, ugye? Egy kombány, nem is tudom mennyi volt, 16000 volt. Lehet, hogy egy kombányt ki kellene termelnünk, és akkor ugye már nekiállhatnánk komolyabban, nem tudom, szóját, vagy bármit ugye termelni. A műtrágyánk van, trágyánk van, nincs kultivátorunk, arra figyeljünk, de van ekénk, úgyhogy fölszartani föl tudjuk a területet, ha más nincsen. Ja. Hát lehet, hogy valami kombányszerű. Ugye lehet az a mondható kombány venni, de attól nagyon félek, mert azt nem tudom, hogy az hogy ürít. Mert igazából azt szerintem megint csak az, hogy levágja a földre a szemet. Aztán akkor megint merhetem. Megint merhetem majd föl, azzal nem vagyok kisegítve. Értem. Megnézzük a crest. Ez hogy működik? Na gyerekek, várjál. Ez úgy működik. Meg lehet jelenni, aha. Ez jó. És akkor itt ugye tudjuk, hogyha ezt adatoljuk, mondjuk, a traktorhoz. Ez egy baromi jó cucc egyébként, én imádom. Ide. És akkor itt tudod. Konfigurálás, javítás. Konfigurálás. Ugyanúgy pénzbe kerül, hogyha ugye akarsz menni olyat, ami nincs meg. Viszont nem kell ide jönni a boltba. Ennyi előnye van. Annyit megpróbálok, hogy nem tudom felakasztani. De én úgy emlékszem, hogy ezt fel tudom akasztani. Aztán lehet, hogy tévedni fogok, úgyhogy lehet, hogy beszapom. Akkor boltkocsival el kell jönni ettől, hogy valami. Ó! Oh! Föl lehet, gyerekek, nézd! Marha jó. Jó volt, jó kitaláltuk. És akkor van egy ilyen kérdezi kocsit, oda tolod, ahova akarod. Meg ugye autónak is utána lehet tagasztani, mert csak sima. Na, ez ilyen van, bonó szemen. Akad. És tök jó. Jó, hát ez nagyon állat. Ezt imádom. Ez jó. Ez kellett. Ez 400-ba került. Annyi előnyt kaptál, hogy nem kell mindig onnan menni. A bolthoz. Konfigurálgatni. Gyakorlatilag egy ilyen kis műhelykocsi, egy ilyen kézi. Ugye vannak olyan műhelykocsik is, amik ilyen gépesítettek. Például tudom én, van ilyen mód, hogy ilyen barkasz. És akkor oda tudsz menni a földön a gépedhez, és tudod javítani, vagy bármi. Van ugyanilyen ilyen utántöltőbe is, különböző üzemanyag, vagy nem csak üzemanyag, hanem mag, de ez egy ilyen nagyon egyszerű, és azért csak 400-ba került. Jó vagyunk, úgy érzem, hogy egy kicsit most kezdjük összeszedni magunkat, nagyon-nagyon lehezen. Ugye nem véletlenül nehezen, mert ugye nagyon kicsi pénzzel, kicsi forrásoktól kezdtük, de mivel termelünk, dolgozunk, így lesz pénz. Ugye gyakorlatilag az utolsó forintig, vagy utolsó euróért is meg kell dolgoznunk így. Na jó van, gyerekek, figyelj, az lesz. Hogy azt így
Azt a betyánod? Ez igen, végig drifteltem itt. Le kellett volna akasztanom. Mi? Figyelj, ezt ugye betolom szépen. Nagyon jó. Ó, és most már széles gumik vannak a lámpédén. Szuper. Érdekes, hogy így a pótkocsi nem kezdett vánszorogni. Bár lehet, hogy a fától vánszorog, ami rákerül, nem önmagába. Ha ráakasztok, az szerintem stabilabb úgy. Oké, gyerekek. Jó, oké, kicsit nyugi van. Szuper, és ugye a pótkocsit is tudjuk majd konfigurálni, ha akarjuk, bármikor. Sőt, lehet, hogy azt is kellene csinálni, hogy magas platót. És akkor úgy be tudnám szórni az egész fát. Lehet, hogy kitolom ezt a cuccot, és akkor magas platózunk. Na, mit szóltok hozzá? Az egy jó ötlet, én úgy érzem. Gyere, gyere. Ho-ho, tök jó, konfiguráljuk a pótkocsit. Kivisszük a izét, kivisszük a műhelykocsit. Versenyzetbe is lehet itt, tök jó. Gyorsabban nem megy ez mennyivel, 10-zel tud menni, de itt valahogy nem nagyon szereti tolni. Aszfalton megy szerintem max 10-zel, ugye gondolom a lóerő az nem. Nem az erőssége ennek, hát itt remélem nem akar. Ne szállok közben. Nem bírjuk el ezt a szart? De elbírjuk be ezzel. Na már vigyük. Hallod? Nem szarakulunk, inkább visszük, bazze. Na, fónunk alá vesszük. Nincsen bekapcsolva semmi erőmód, meg ilyesmi, ne aggódjatok. Na várjál. És akkor, nem is tudom, és akkor erre kell nyomni, igen. És akkor konfigurálása, de ugye ez pénzbe kerül, hogy 700 plusz, nem baj, gyerekek. Konfigurálni. És így jó, így jó. Jó, ezt meg akkor, nem tudom, visszaviszem, hallod? Hátamon. Opa, opa. Visszavisszük. Jaj, baze. Na. Jó, visszaviszem, bocs. Lehet, hogy ide letesszük, letámasztjuk. Itt jó lesz, nem? Jó lesz az itt. Oké, ez tök jó egyébként, hogy tudod ezt így konfigurálgatni. És akkor így, azért, hogyha így belepakolok, akkor lehet összeszorva, mert elég magas. Jó van, vágjuk föl. Szerintem azt még gyorsan meg kéne csinálni, mindenképpen. Lehet, hogy azt kellene, hogy inkább ezt gyorsan fölvágom. Na, ezért nincs fölcsatlakoztatva, ne felejtsük el, mert miért nincs fölcsatlakoztatva? Ugye tudod miért, mert ugye konfiguráltuk. Nem csatlakoztattam, hanem így ki akart velem cseszni a dolog. Azért nem húzom ide föl, mert ugye letaposás az van, úgyhogy nehogy az legyen, hogy bármit is kitiprok. Figyelj, azt kellene, hogy összevágom. Mindenképpen összevágom, ne tököljünk itt azzal, hogy egyszer vágok, egyszer fordok, hanem vágjuk össze, tényleg aprózzuk el. Nagyon jó. És az egészet szórjuk föl. Itt levágom. Tök jó kis egyenes dolgokat lehet létrehozni. Tök jó, jó, jó fűrészelés a játékban, bírom egyébként. Semmi probléma nincsen vele. Sőt, ugye van olyan modifikáció is, tudom ajánlani, aki nagyon madoista. Már ugye próbáltuk régebbi részbe, sorozatban, nem ebben a sorozatban, hanem egy másik sorozatban egyik részbe, hogy még tűzifát is tudsz kalodázni, és akkor azt el tudod adni, meg ilyeneket tudsz. Ilyen egész kellemes kis dolgok tudnak lenni így. Jó, el van vágva minden. Mertünk erre. Ezt is levágjuk itt. Oké, okay, ezt levágom kettőbe, és szerintem meg is vagyok. Oké. Okay. Miért veszed elő ezt a szart? Te hallod, nem bírja el azokat. Ne őrítsen, komolyan mondom, már kezdek megvadulni, hogy nem bírja el. Beleszórom ám azt a Isten áldjon, úgy ahogy van. Nagyon jó, hogy
Jó, de nagyon jó volt, hogy megvettem azt a műhelykocsit, mi? Aztán igazodik, ahogy akar. Nélek nem akarom dobni, mert biztos átdobnám a túloldalra, hanem így belepakolom. Egyébként jó magas. Lehet, hogy azt kell volna, hogy így billentésre rárakom azt, akkor így be tudom dugdosni, vagy nem tudom, biztos. De tudnánk billenteni. Viszont majd le kell venni a magasítót, hogyha krumplit rakunk föl, mert én nem akarom ugyöntözni a krumplit, hogy két méteres magasítón, a fa magasítón kelljen átdobálnom, mert akkor megbarulok komolyan. Itt jó, be lehet rakni, mert így föllép a rudra. Azt nem bírja? Azt te bírja? Itt kell felrakni, itt jó, nézd meg, itt föllépsz, és akkor itt föléred. Á, ez tök jó. Ez tök jó, és akkor krumplit is lehet így. Itt le is van tiporva, megfigyeled. Nézd meg, itt el van görbüve itt ez a kocsirúd. És akkor így. Hát ez nagyon jó, itt kell pakolni ezt a kocsit. Ez így van kitalálva, hallod? Máshogy nem tudod. Így föllép szépen, és bedobod. Ezt jó világ, szevasz. Na, ezt eladjuk meg, és akkor megnézzük, mit tudnánk venni. Egyébként én még mindig arra... azt mondom, hogy izét vegyünk kombán. Akkor mondjuk egy vágóasztalt csináltana, úgyhogy meg kéne nézni vágóasztalra mennyi. Hát a krumplit még mindenképpen össze fogjuk szedni, utána még esetleg egy-két fát kivágunk, még egyszer elültetjük a krumplit, és akkor meg lesz szerintem a kombányra meg lesz a pénz. És hogyha megvan a kombányra a pénz, akkor tudunk venni még, már vetőgép az nem lesz olyan drága, és akkor rá ki lehet állni egy kicsit komolyabban földmunkázni. Nem krumplival, hanem mással. A izéket meg a gépeket nem tudom, majd lehet, hogy cseréljük, de úgy nem adok el, mert igazából nem is érnek lószat se, láttátok, hogy mit tudom, ilyen pár százat érnek a mostani gépeink, az ilyen krumpli pörgetőnk, meg ilyeneket nem is érdemes nagyon eladni, hanem majd esetleg mindig cserélni egy jobbra, csak akkor szabadulunk meg tőle, hogy fölöslegesen ne álljon, mert kettőtől mit tudom én nem használunk akkor. Érted? Érted, mire gondolok? Jó, ezt még bőven el tudom vinni. Időben vagyunk, tök jó. Ó, nem számít, hogy össze van szorva. Ez jó, az a magasító. Ezt nem tudom elbírni, ezt meg kell vágnom. El is tüntettük ezt a fát. A másikat majd később vágjuk ki. Ne mindig favágással foglalatoskodjunk. Ezt meg kell vágni. Gyere már velem. Aztán mondja, hogy mi... Ezt még mindig nem bírja be. Mi van? Ezt miért nem mozdítottam meg azt a másikat? Nem olyan nagy az. Jó, megböki a teljé malagát. Ez még mindig nem vágja el. Vagy nem bírja el. Valamelyikek egyébként szerintem bugosak. Hát ne szórakozzál, hogy azt nem bírja. Az lehet, hogy van rajta valami ág. A furán is mozog. Na mindegy, oda lelöktem, azt majd mindjárt megnézzük. Éha! Ne szorkozz el vele. Na mi van ezzel a fával? Na most érdekes, itt meg már megmozdítja. Ugye ide is kellene tönkmaró, mert itt vannak ezek a barom nagy tönkök. Hát meg izé lenne valami homlokrakodóm, akkor ezt tök hamar fel tudnám rakni. Egyébként ezt az MTZ-t lecserélhetném a homlokrakodósra, nem? Lehetne azzal fát rakni? Elég zavaró lehet az a nagy izé kotla rajt. Na jó, ez meg így rohadjon meg, jó ez így, nem? Útközben vegyük fel a izét, a fenyőt, nem? Az a nagy alok, egyébként egy fenyőt azt nagyon könnyen ki tudnék még vágni, meg földobni, és akkor még egy kis extra lóvéra tehetnénk szer. Mert baromi könnyen, ugye ez könnyebb is. Ugye itt oldalt van még fenyőm, úgyhogy elmegyünk arra, még egy fenyőt lehet gyorsan felszorok. A félpótkocsival nem menjünk a gyerekek. Itt a, nézd oda. Elmegyünk itt oldalt. Jó, közel állok, hosszába, elöntöm arra. Ez már mindjárt meg is van oldva, ezt a fenyőt el. Ugye ezzel sokkal könnyebb bánni. Mondjuk ide fogom burítani. Én.
Ezt figyeld el. Mikor nem szarozik. Ezt még legyen. Ne figyelj, fékkocsival nem megyek. Már megint ide van. Már megint nem akarok ugolni. Ez gyors lesz. Hú, már megint ide egy gazos. Ja, itt egy gazos is volt a dolog. Ez itt szerintem ilyen hosszúakat simán. Jó. Fenyőt ez könnyen rakja. Meg könnyen bánik vele, úgyhogy nem lesz gond szerintem, oda nézzék. Mondjuk ez jó vékony, itt ugyanúgy föllépők, lehet, hogy a végéről kellene őket megfogni, és akkor itt benyújtani, így gondolom, így, figyeld. Ezt figyeld. Ah, jó, hogy nem állítva pakolok, mi? Így megfogod. Fenyő az gyors! Ezek a nagy izék, nagy dög, lombos fák, azzal lehet szenvedni nagyon sokat. Lehet, hogy még a másik fenyőt is kidöntöm egyébként, most azon vagyok. Fenyőket lehet, hogy kipusztítjuk innen. Oda néz, tesó. Fékocsival nem megyünk, gyerekek. Úgy nem üressel. Ó, milyen jó. A fenyőket kell egyébként. Jó, hát de másikat is muszáj, úgyhogy... Na figyeljetek, fenyőfánk, az még van ott hátul másik oldalt, ezt nem bántsuk, hanem mikor itt, mit tudom én, hát ez szar helyen van. Ezt itt kivágja a keeper. Nem éne. Ezt is simán arra. Ez nagyon útban nem volt, de hát... Adj el neki, Sanyi, adj. Jajne! Jajne, hogy fönnakadtál! Nem mondod. Nem mondod, hogy fönnakadtál. Egyébként délután van már kicsit... Hopp, levágtam az ágat, oda nézze, megoldódott. Lol, mekkora poén. Vigyed már. Bevágom azt, hajrá gyerekek, hajrá! Na, de remélem kapunk. Remélem, egy 5000-et kapok érte, hogy már nagyon boldog vagyok. Oké, meg is van. Meg is van, gyerekek. Nagyon hatékonyak vagyunk, ez a favágás nagyon megy. Ez a pótkocsi, ez jó ötlet volt, hogy így magasítóztunk. Üte. Fölálltam a kerékre. Oh, jó messziről kell megfogni, az egy jó megoldás lenne, mert akkor magasra tudom nyújtani. Ó, te fiú. Érted, mire gondolok, hogy messziről megfogod, akkor jó magasra tudod nyújtani. Így. Ó, ugye hátulját meg kell rakni. Ó, gyerekek, tök jó, komolyabb oldom. Mindig arra gondolok egyébként, hogy milyen kevés ez az egy óra. De tök sok dolgot csináltunk most is. Elpusztítottuk azt az egész fát. Itt is kivágtunk kettő fenyőt. Vettünk egy műhelykocsit. Haladás. Nagyon félek tőle, hogy ezt a területet elveszítem egyszer. Jó lenne még egy területet venni, mert ugye akkor, hogyha elvesztünk egy területet, akkor választhatunk, azt hiszem úgy van megadva, hogy melyiket veszítsük el. Hát, hogyha elveszítjük ezt az egyet, akkor van baj, mert akkor tényleg híd alatt fogunk lakni. Jó, szerintem jó vagyunk. Mennyi van ezen forkocsi? Ó, figyelj, hallod, még mindig bőven férne rá. De jó, most már vigyük el. Még egy fenyőt, ne. Jó, úgy te hallod, már nagyon rá vagyok izgulva erre ide, fenyőre. Az a baj, ezt is arra tudnám csak borítani, mert ott meg nem engedik felszelni. Úgyhogy akkor rohadjon meg ott, akkor az marad. Akkor menjünk, gyerekek, menjünk. Elég lesz az egyelőre. Hú, gyerekek, te, ezen van súly. Az előbb, mint hogy valahogy... Na, valamivel jobban mentünk volna, nem?
Hallod, nem tempomattal megyek, vagy valami, nyílen nyomom neki. Itt is vágtunk ki fákat. Jó, a tuskóra pont rámentem. Erdőben mindig, amikor traktorra szoktunk menni, mindig azt csináltuk, hogy volt a traktor előtt mindig ment egy ember, aki nézte a tuskókat. Egyébként kértem erre az útra, ez határozottan jobban mozog, de ott a fa, ott. Ezt fölöbom még. Jó, vastag, ne vicceljé! Nehogy ma. Fölépünk a rudon, ahogy kell. Nagyon jó! Na jó, ez a portkocsi amúgy ám, nagyon szeretem. Figyeljetek, ez egy dörgölünk ám, amit bír. Nem ide, nem tempomatta megyünk irányszer. Oda ne? Ezt is lemázsálom. Kíváncsi vagyok, a fenyő az mennyivel könnyebb, vagy hogy van. Majd az emelkedőn kiderül, hogy mennyit jelent ez a gumi. Hát gyerekek, keresni kell a pénzt. Dolgozni kell. Csinálni kell. Na itt akadtunk először el. Most azt csináltam, hogy direkt lelassítottam. Határozottan jobb, de szerintem a motorerő is kezd elfogyni ebből a gépből. Ez nagyon a határán van a tudásának. Nagyon határán van a tudásának, gyerekek, ez az MTZ. Ez olyan túl sokat nem fog nekünk nálunk kibírni. Ja, nyomjuk neki. Ez a tipikus izé, ilyen diffi hang, nem? Ez a ilyen izéken szokott lenni ezeken a régebbi ikaruszokon, ez a tipikus ilyen váltó vagy diffi hang. Amikor a fogaskerekek egymáshoz mennek, ez a Lada sírós váltó hang, amikor ugye egyenes fogadású váltó van, és ilyen tényleg az a fében, ahogy megy. Olyan jellegű hang az egész. Ezt hogy fog itt megröccenni? Tök jó ide. Jó dölöngél a pótkocsi, jó meg van csinálva a fizika. Jó van gyerekek, 16 óra 46-ban egyébként. Viszont haladó. Na nézzük, mi a szituáció a gyereknek? Mennyi ez? 8400 gyerekek, 8400, de most a magasítóssal vagyunk, megnézzük, hogy az mennyit dominál. És ezen szerintem több van mindez előtt, úgyhogy a fenyő szerintem nem olyan nehéz. Fenyő akkor az valóban nem nehéz. Tök jó. Mind a nyár, mert szerintem a másik az nyárfa volt. Három ezer 800, nem is volt annyi. Mégsem volt az annyi. Viszont jó, van most, mennyi? 8000? 8200-on. Ez meg ugye mennyi volt? 8400 kiló. Most. Ez érdekes. Hogy ugyanannyi. Ez valami bug. Jó, én hiszek neki. Érdekes. Hát az előbb nem ez volt, nem? Az előbb rendesen mérhető volt. Hogy én emlékszem, lehet, hogy rosszul emlékszem, egész végig mondjátok, hogy jó, hogy kipper, ha hülye vagy. Lehet, hogy a fasúját nem mérje, nem hiszem el, nem szeretem, amikor a játékban vannak ilyenek, mert az ember így mindig így, aj, de kár, hogy nem jó, működik. Ilyen érzésed van közben. Ó, gyerekek, erre fér krumpli, az biztos. Annyi biztos nem lesz, nem lesz a jó domunk. Jaj, a következő részben meg megint sorskártya lesz, hát nagyon bízok benne, hogy nem valami durva. De remélem, hogy nem egy gépet veszítünk el például. Akkor aztán magam alá csinálok.
akkor aztán nem tudom mit csinál. Mondjuk az a szerencse, termelünk egy kis pénzt, akkor ugye, hogyha elveszítünk egy gépet, még az utolsó is, de akkor, akkor nem vagyunk akkor a szarban, mert valamit tudunk venni. Úgyhogy főleg az elején ilyen nagyon brutális hatásai vannak ezeknek a sorskártyáknak. Később talán annyira nem. Érezni, hogy már késő délután van, tök a fények, nem? Olyanok, hogy csillog, meg ilyen lárnyékok meg vannak nyúlva. Nagyon hatásos. Szerinted az NPC nagyon keveset eszik? Az állaga az romlott. Érdemes az utakon menni, mert sokkal jobban bírja, még az ilyen nagyon szar széttaposott ilyen köves murvás utam is. De legalább nagyon-nagyon jól lehet vele közlekedni. Aki nem ész a földre, a kapásból leesik, vagy 10-re, vagy alá a sebességed. Szóval érdemes itt végig bugdácsolni, de nagyon-nagyon has... Jaj, kiutazott pótkocsin ilyen úton? Hát az a halálám? Jaj... A fotelnek volt szokott... dumája lenni, mert... ugye felszoktam ülni kisgyerekként, hogyha más volt a traktoros, nem a fotel. Ezt elmesélem. Aztán ugye így, ő úgy csinálta rutinos volt, hogy így googolt, és akkor úgy berugózott, és kapaszkodott ugye itt az első oldalba. Így mindjárt megmutatom, hogy, hogy így, így volt. És akkor így, így legugolt, meg itt nem engedt googolni, de cucc. Legugolt, és akkor itt kapaszkodott. Magasított, ne képzeljetek el. Én ugye leszoktam ülni ide, mint a szar. Azt bazza, amikor küldte neki a traktorost, és pattogott bazen üresen az a pótkocsi, majdnem nulla lengéscsillapítással a földes után, aztán ilyen fél méter magasságban repkedtél föl, akkor egy kicsit fájdalmas volt a seggednek. Azt Potter azt szokta mondani, hogy hajtsod magad alá a töködet, aztán akkor nem töri annyira a segget. Hát mondom, az anyád. Ilyen, Potter az mindig ilyen nagyon vicces akart lenni, meg vicces is volt egyébként. Csak ilyen, mindig ilyen szurkálódós humora volt. Aztán ilyen hülyeségek, meg tudom én így valahol voltunk, és akkor mint erdőn vagy valami, és akkor így tipródtam, hogy nem tudok hova leülni, ő leült persze az egyetlen tuskóra, ami éppen kezébe ügyébe esett, én meg így tipródtam, aztán így nem tudsz hova ülni. Köpjél magad alá, aztán le tudsz ülni. De ez nem bunkón, ne értsetek félre, és akkor mondt, így néztem, és kezdi, hogyha túl magas, akkor előtte sikáld el. És így utólag visszagondolom, ilyen dumákat sem. De rengeteg ilyen dumája volt. Úristen, mennyi ilyen szövege volt, te édes Isten, amiket ilyen bukónak ítéltél, de hát ugye nem bunkóság, hanem ilyen kicsit szarkasztikus humornak nevezik, hát egy kicsit ilyen alpári stílusban. Ezt kicsit köpjére, azt rá tudsz ülni. Ha magas, akkor sikáld el előtte. Ilyen, kicsit ilyen székelyesen, ilyen nyugodtan. Most azon gondolkodok, mennyi ilyen dumája volt. Jó, és Anyika, te meg nyugodjál, meg ide akar feljönni. Jó, van, ide szépen beálltunk. Akkor meg kell várnunk, hogy a krumpli megérjen, meg nézzük már körül. A traktorok körül egyébként szeretnénk körülnézni, hát, hogyha van valami érdekes. Kicsi traktor még, mert nagy traktorra ne is elmondjunk, meg ugye természetesen a modokkal. Ez egyébként, ez a 75 lóerős vadállat, ez 75 lóerő, de ez mindent elvisz. Ez ugye lánctalpas, nagyon lassan, de elhúz. Ugye ezt próbáltuk volt modtesztbe, ez a DT-70-ös Kazaksztán, 75-ös Kazaksztán, ez borzalom. Ezzel nem vagyok kibékül. M1082-es 1200 azért nem kell, mert nem reális. Úgyhogy ezt akkor vegyük úgy, hogy ez 10200-ba kerül, jó legalább. Nem reális, így nem fogom megvenni. Vagy még több, ez legyen 20000-be kerüljön, érted? Mert ennek is semmi értelme nincs úgy megvenni. Meg a, mit tudom én, a Dutra se izé legyen már. Ezeket saját magamnak át fogom írni, vagy ha nem írjuk át, akkor átgondoljuk, hogy kb. Hova tehetjük be, ár szerint, és akkor az annyiba fog kerülni, gyerekek. Nem fogjuk túl megkönnyíteni a dolgunkat azért, mert valaki úgy gondolta, hogy ezért lehessen egy MTZ-t menni. Na itt például 16000, ezek reálisak, úgy gondolom, ennyibe fog kerülni. Megnézzük a másik MTZ-t, mennyibe kerül, és annyiba fog kerülni. Jó,
Igen, ez, jó, de jó, figyelj, kiforgatott felnivel széles kerekek, ugye, hogy jobban nagyobb stabilitása legyen, hogy ne boruljon fel, úgyhogy lehet ilyet is. Jaj, nem, mi ez? Ez létezett egyébként? Ilyen? M1080X? Ó, Isten, gyerekek. Ó, ez nagyon jó, ezek nagyon jók ezek a modok, nagyon sok mindenfélét rá lehet szerelni, hátulra, előre, meg minden daru, meg, pú, ezek jók. Ezek az MTZ-k, ezek nagyon jók. És azt hiszem, szint is tudsz választani. Ezek nagyon jó. Gyerekek, ezek az MTZ-k, ez le a kalap, rengeteg modot próbáltam, remélem be is töltődik, igen. Ezek nagyon jók. Ide, erre minden szart fel tudsz rakni. Erre minden szart tudsz rakni. Ezek nagyon durvák. És át tudod színezni, de nem baj, nem kék alapba. Van 80-as kis, 80-as nagy kabinas, ú, de jó. 82-es kis kabinos, de vannak ezek, amik ilyen csomó minden módosításról lehet pakolni, azok nagyon jók. De jó néz ki ez is. Ez valami más, ez szélesebb kerékkel van, ez valami turbó lehet. Mi ez a 82? Valami változója van ennek, én érzem. Ez valami más, valami más, ez valami más. Vannak itt csoda dolgok, UTB-k is vannak, UTB-k is. Zetor Kristál alap, természetesen, nagyon kellenek. Nincs olyan, hogy ne legyen. TZ4K, nem rossz egyébként, ilyen kis kerti munkára, csak az a baj, nagyon szar a kidolgozása is, az nekem hogy zavaró tud lenni. Jó, hát majd gyerekek, elbúcsúzok, aztán majd írjatok közben, hogy mit tudom én, mit megyünk, hogy csináljuk, mit csináljunk. Egyelőre mindenképp megnöveztük valószínűleg akkor a krumplit, és akkor kipörgetjük, felszedjük, eladjuk, termelünk még pénzt. Én azt mondom, hogy valószínűleg kombájra kellene gyűjteni. Gyorsan még annyit megnézek, lehet, hogy már kicsit kifutunk az időből, de az legolcsóbb kombájnak azok mennyibe kerültek? Mit néztünk? Van 15 ér, klassz, de is volt a Don, nem? Don 1500-as. És a Don 1500-asra tudod venni ezeket, ha jól emlékszem. Azokat tudod venni rá, és akkor ugye össze tudod gyűjteni vele a szénát, ilyen, mint egy ilyen hamsterrel. Meg a szalmát, meg ilyeneket. Mennyi ennek a vágó asztal? Ez mennyiben kerül egy komplet? 16500. Nézzük meg a vágó asztalát. Hol vagy, persze. Kukorica adapterek, szerkezetek. Van külön neki? Van neki külön. Igen, itt van neki. Itt van neki, gyerekek? 7600. Hát akkor 16000, meg 2600, ez ma... Ez egy 24000-re össze kell csattinteni hozzá. 24000-et. És akkor majdnem már mindent, ugye? Hát az alapdolgokat itt tudsz. Ez csak napraforgó, ez meg csak kukorica. És Sanyika, maradjál nyugodtan. Na, jó, oké. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek. Figyelmet. Én azt mondom, hogy arató szerkezet mindenképp arra valahogy össze kellene kaparnunk a pénzt. Hát a krumplizunk, meg a maradék fákat kivágjuk, ennyit tudunk csinálni. Maradék fákat az valószínű, hogy a fenyőket, 1, 2, 3 fenyőnk van, hát, azzal nem nagyon fogunk meggazdagodni, egyébként jó lett ez a nyírfa vagy nyárfa, de nagyon-nagyon macerás ezt megcsinálni, kivágni. Jó, de egyébként földet is vehetünk, ami van fa, és akkor esetleg letermelünk, vagy pedig azon is elkezdünk krumplizni, mert ugye krumplizást azt tudjuk, de nagyon macerás. Tényleg írjatok, hogy mire gondoltok, mit csináljunk tovább, jó? Na, sziasztok, jók legyetek, köszönöm szépen a figyelmet, csácsumi, cső!